Csökkent az ideiglenes védelmet biztosító menedékstátusszal rendelkező ukránok száma az Európai Unióban. Márciusban 4.211.495-en voltak, 20 ezerrel kevesebben, mint februárban, és közel 100 ezerrel kevesebben, mint januárban. Derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Az uniós hivatal közlése szerint a háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén egyebek mellett egészségügyi ellátást kaphatnak, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak. A jelentés szerint a legtöbb ukrajnai menekült március végén Németországban, valamint Lengyelországban és Csehországban élt. A február végi adatokhoz képest márciusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban, Hollandiában és Bulgáriában növekedett. A különleges jogállásban részesülők száma az előző hónapokhoz képest öt uniós országban, Csehországban, Svédországban, Ausztriában, Dániában és Lengyelországban csökkent a legjelentősebben. A jelentésből kiderült továbbá, hogy Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 34.965 az elmúlt hónapban 120 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára.